Sziasztok! Üdvözöllek benneteket, én Hullander vagyok, és nézzétek, hogy mit hoztam nektek! Úristen, nem is tudom már, mikor volt ez legutoljára a csatornán, a World of Tanks, tehát most tényleg elmondhatjuk azt, meg pláne itt a fa mellett is, hogy ide visszatértünk a gyökerekhez. Ugyanis hát ugye ez a csatorna World of Tanks videókkal indult el, volt régen az a dübörgéseim sorozat, és most ez a dübörgéseim, ahol abba hagytuk, plusz egyedik sorszámmal lép életbe. Nem mondom azt, hogy mostantól kezdve rendszeresen lesz World of Tanks zübörgés, de csináltunk egy szakaszos csatát, ami egész jó lett, körülbelül 6495 meccset mentünk egy szombati napon, vagy vasárnap, már nem tudom, és az a lényeg, hogy volt egy, amelyik jó is lett. Én a Leopard PTA-val, tehát a 9-es német medium Leoparddal fogok nyúlni, illetve itt van velem kedves kollégám, Esox 1974, akiről annyit kell tudni, hogy ő nem 1974 éves, viszont az E50-es német médiummal fog játszani, amelyik 10-es szintű. Úgyhogy nyomunk is egy space-t, és szerintem belepörgethetünk most egy kicsit itt a képbe. Poén. Jó, szóval tényleg átpörgetjük ezt a félperces várakozási időt, és ugye a pálya az pedig nem más, mint Malinovka. Ha megnézitek, akkor látjátok két oldalon, hogy top tier vagyunk, tehát ez nyilván ez mindig jó top tiernek lenni, és gondolkoztunk azon, hogy merre kellene az elején menni. Nyilván tudsz menni jobbra a heavy darálóba, ahova egyébként a pár tucal, pont az ellentéte, a Leoparddal annyira nem jó menni, mert hát eléggé papír, vagy ugye mehetnénk ide ki lentre, délre, délnyugatra, pusztába, de nem szeretnénk hont foglalni, hogy a pusztába szeressünk menni. Szemben egy SPC-1-et veszek észre, és amint rászűkülnék, már sajnos kiszedték, úgyhogy erről ennyit. Úgy döntünk egyébként, hogy ahogy látjátok is itt a képernyőn, hogy itt maradunk középen, megnézzük, hogy a csata az hogy alakul. Én most erre a mediumra próbálok T49, hogyha jól látom, arra próbálok vadászni, illetve Sox is itt van mellettem, ő egy kicsit följebb megy a domb irányába, szóval megpróbálunk, közben pedig a CDC-re nézek. Szóval megpróbálunk itt maradni középen, megnézzük, hogy hogy alakul a csata, és akkor majd utána eldöntjük, hogy mégis merre szeretnénk menni. Ugye például az impozícióból tök jó, mert ott szemben is belátni a dombot, illetve a domb tetőn esetlegesen átbukó ellenségeket is látjuk, mint a CDC-t, akit egy nagyon-nagyon picivel hibáztam el a lövést, és emiatt nem találtam el a tornyát. Nyilván, hogyha jobban megvárom, hogy összeszűküljön a cumó, ez a célkereszt, akkor el tudtam volna találni. Elég is sok ellenséges egység található fent a domboldalon, illetve egész kevés a mi oldalunkról, úgyhogy ők ott túlerőben vannak, és ha megnézitek, akkor ez sokszor, hogy el is indul visszafelé, délre, és megbeszéltük itt, hogy oké, akkor csináljuk azt, hogy körbe megyünk, és Kicsit fogalomzavar alakult ki, itt most egy ilyen bénászási szérián fog következni, itt szólok. Tehát kicsit fogalomzavar alakult ki, ugyanis én nem láttam, hogy ő elmegy arra. Tehát én a körbét azt úgy gondoltam, hogy így jövünk körbe, és megpróbálunk a hátukba kerülni, tehát valahova oda behúzódunk, és ezeket itt, akik itt állomásoznak, valamint a dombtetős ellenséges egységeket próbáljuk meg elkapni. Ő viszont azt mondta, hogy itt van ez a heavy tank egy szernarvon, és hogy ide menjünk, és az ő segítségére indul, és így jöjjünk körbe. Úgyhogy én megindultam itt a pusztán át, mert hát én nyilván menő vagyok egy papírral, és utána egy, bocs, srácok, figyeljetek, mégse, és megint következik bénázás numero 2 saját csapatomnak a tűzvonalában át, örülök, hogy a T-34-es nem lőtte ki a tornyomat. De innentől kezdve már úgy éreztem, hogy már nyerekben éreztem magamat, hogy oké, akkor megyek az E50-es szakasztás után, nézelődök jobbra-balra, amikor paf, itt az idő letesztelni a 9 pont, vagy 10 pont, vagy mit tudom én, a legújabb patchnek a fizikáját, úgyhogy oldalra dobtam fél lánctalpra a tankot, és tök jó, mert sikerült spotolni egy Tigris 2-t, aki viszont bennünket nem lát. Gyorsan kinézünk oldalra, látjátok, hogy ott van Esox is, és ő is éppen azt lövik.
kézben én pedig rászűkülök, nyilván albázára cirtolozok, sikerült levinni a tigrist, le van láncolva, úgyhogy az nagyon pozitív volt, hogyha megnézitek, folyamatosan pattognak le róla a lövedékek, nyilván az ott egy kritikus helyen van, hogyha a térképet nézitek, pálya közepén azt ki kell szedni, leesik róla a spot, de én megpróbálom leláncolni, ami fogalmam nincsen, hogy sikerült-e, nagy valószínűséggel egyébként igen, mert baloldalról bejön Esoxnak a lövedéke, és ő meg ki is szedte azt a tigrist, úgyhogy remek csapatmunkával már a szakaszunknak van is egy ölése. Hogyha vettek egy pillantást a térképre, akkor látjátok, hogy az ellenséges csapat már átjött a dombnak a tetején, és indítja lefelé a hegyről az offenzívát, ott a spawnon négy saját csapattárs védekezik, illetve jobb oldalon föl is van egy medium tank, viszont mi pedig megérkezünk itt átellenben a szóval ahhoz az angol tankot. Jó, itt azt beszélünk sokszor, hogy ő a Cervarnon nem tudom kimondani aznak a rohadtangnak a nevét, szóval a Maruder 26-nak a segítségére indul, én pedig itt hátulról megpróbálom őket fedezni, egyrésztről át a mezőn, hogyha ők spotolnak valamit, másrésztről pedig fogni a domboldalról lejövő ellenséges egységeket. Meglátunk egy IMX CDC-t, úgyhogy megpróbálok rálőni, ugye nyilván a dombon át segíteni a csapattársaimnak, illetve egy IS-3-asat, de akkor realizálom, hogy jó ég, mennyire kint vagyok már a bokrok mögül, örültem, hogy nem szedtek szét, és ugyanakkor meglátom a Jagdpantert, aki nagyon szépen mutatja a hátulját és az oldalát, úgyhogy egy pakkot már be is tudtunk neki tolni, amivel kemény 52%-ot lehettünk az életéből, és ekkor oldalból meglátom, hogy a konvé is megindul, és viszonylag nyílt terepen indul meg. Jagdpanter az elbújt a sziklasor mögé, viszont a CDC az nem tudom, hogy csinál, próbálok rálőni, de viszont lepattan a lövedék róla, úgyhogy viszont cserébe eltaláltam, úgyhogy ez már fél siker volt, azt a CDC-t nagyon meg kellett tenni, mivel hogyha megnézitek, akkor itt a társaimat eszi, 8% gyönyörűen sikerült lelopni, visszanézünk nyilván a Jagdpanterre, szeretnék minél inkább rálátást nyerni, mert nem szeretném, hogy az ellen, hogy a német páncélvadász levegye a csapattársaimat, viszont esok gondoskodik róla, hogy ez ne történjen meg, és ugyanakkor meglátom a konvét, tudom, hogy rossz helyen vagyok, tudom, hogy itt most simán spotolhatnak, még egy bokor sincs. Semmi sincsen, így van, spotoltak is, nem is várom meg a 12 másodpercet, hogy újra töltsek, ha bár eléggé talán rá tudtam volna lőni, hanem húzódok is vissza ide a fedezékben, nyilván próbálok minél kisebb felületet mutatni a harckocsimból. Hogyha közben pedig átnézünk a túloldalra, akkor látjátok, hogy Marudernek lement eléggé sok élete, illetve talán sokszor is kapott egy találatot, viszont hogyha térképet nézitek, akkor eléggé szépen sikerült ezt a részt most már biztosítaniuk, tehát a pályának ez az átlója, tehát a pálya átlótól a délnyugati rész úgy tűnik, hogy a miénk. Na, de üljünk vissza a saját tankban, nézzük a konvét, az hogy áll, úgy áll, hogy a T49-esnek a átjutását sikerült fedeznem, és ekkor megbeszéljük sokszor, hogy oké, akkor én is megyek át oda hozzájuk, egy kicsit visszavonulunk ide a A2, B2 környékére szeretnénk visszavonulni, ugyanis a pályának a jobb oldala már eleve veszett, tehát nyilván egy akkora rohamot nem tudunk megállítani. Egyelőre egyébként eléggé kiegyensúlyozott még a helyzet, tehát 9-et lőttünk mi is ki, ők is 9-et szedtek ki, szóval még egyáltalán nem dőlt el a meccs, egyébként eléggé izgalmas meccsnek ígérkezik a dolog, most már viszont 10-9, és hogyha megnézitek, akkor ott a K9, K0, K9 környékén a tüzérségünk sem tűnik úgy, mint aki annyira nagyon menekülni szeretne, szóval ez a 10-9 nem sokára 11-9-é fog alakulni sajnálatos módon. Úgyhogy, de Esox az fölér a bokrok közé, és nem értem ugyanakkor, hogy az a Cernarvon, szerintem azt Cernának fogom innentől hívni, mert azt ki tudom mondani, szóval nem értem, hogy szerintem ő a zászlót próbálja meg elfoglalni, de sajátos módon a zászlónak az elfoglalása lesz a veszte, ugyanis kimegy a nyílt mezőre, és valószínűleg az a konvén, vagy nem tudom, hogy melyik ott a túloldalon az ott felspotolhatta, úgyhogy... Én látom is a konvét, és pont akkor esik le róla a világítás, amikor odaérek, mivel pénzgazdaságos üzemmódban voltam éppen, ezért nem akartam csak úgy random odalőni egyet, hogy vagy talál, vagy nem, és visszavonultam. Ugye most már 12-9, tehát 3-2-4-6 ellen az állás, ami eléggé sajnálatos, viszont visszahúzottunk ide a bokrok közé, ami egy, nyilván egy eléggé védettebb pozíciót nyújt számunkra, ott van Esox, és nyilván északról, vagyis hát most innen nézve, térképet nézve, keletről várjuk a támadást, miközben, hogyha itt a
EF3 szektort nézitek, akkor a mezőt pedig figyeli a T49-esünk. Úgyhogy egyelőre ez a felállás, itt egy kis mikrotaktika zajlik. Próbáljuk a lehető legmegfelelő pozíciókat felvenni. Ugye itt látok egy kis dombot, és éppen azt mondom, hogy húzódjunk fel ide a kis dombnak a tetejére, mert így, hogyha esetleg keletről ránk rohannak, akkor tudunk egyet lőni a bokrok közül, és vissza tudunk húzódni a dombnak az aljára, és itt nagyon okosnak éreztem magamat, hogy nekem ilyen jó ötleteim vannak, ami lehet egyébként, hogy egyáltalán nem volt jó ötlet, viszont ez majd később eldől, pontosabban most, amikor meglátjuk az AMX-50-120-at, úgyhogy én már célzok is rá, meg se várom a teljes szűkülést, egy 405-öset kap, és Esox pedig sajátos módon, nem tudom, hogy nem emlékszek már rá, hogy ez mellé ment-e, vagy lepattant-e róla, gondolom egyébként, hogy mellé ment, de ez egy kritikus lövés volt, ez nagyon-nagyon jó lett volna bevinni. Nem tudom, hogy meghalt volna attól a lövéstől, az meg még jobb lett volna, de sajnos az a baj, hogy most ott maradt 500 életponton. Délről a J2-ben megjelent egy jelenséges nehéztank, megjelent egy jelenséges páncélvadász is, úgyhogy én mondtam Esoxnak, hogy oké, én megyek, megpróbálom őket intézni, megpróbálom föltartani, meg kellene a T49-esünket eleve védeni is, és ő pedig úgy látom, hogy ő is megindult utánunk, és rögtön három ellenséges harckocsi, egy Khan Jagdpanzer, egy IS-3, valamint a már előbb meglőtt konvoj tart az irányunkba, úgyhogy én nagyon szeretném azt az 5%-osat lelopni, és az IS-3-tól pedig eléggé félek, mert hiába van a Boltkán Noném, szerintem még azzal sem tudom átvinni biztosan, amit eléggé sajnálok, és most veszem észre, pedig egyszer végigjátszottam, és egyszer végignéztem a visszajátszást is, hogy ott is volt valami tank, de azt még a rádió, vagyis látótávolságomon belül sincsen, tehát ott ő figyeli a mezőt, illetve bal oldalon is megjelent egy másik páncélvadász, amelyik valószínűleg egyébként a Jagd Tiger lesz. No, de nézzük, hogy pontosan hogyan kellene ezt elintézni. Megbeszéltük itt sokszor, hogy tehát hogy ketten megpróbáljuk lehozni a IS-3-at, viszont a páncélvadászok azok eléggé durván megjelentek jobb oldalon, nem ezt a gombot, space-t akartam, szóval eléggé durván megjelentek jobb oldalon, és kapott is ez a Esox 1-et, engem spotoltak, megpróbálok rálőni az IS-re, amelyik, hogyha megnézitek, lepattant az alvázáról, ami eléggé kár volt, Esox az kiszedte a konvét, én pedig ide a Khan Jagdpanzerre célzok, és paf! Oké, ő is megvan, innentől kezdve 6 ölése van a csapatunknak. Kaptam bal oldalról, valószínűleg az ott állomásozó, tehát valószínűleg mondjuk ettől, vagy ettől a Jagdtigertől, vagy az itteni AMX-től kaptam egy lövést, amelyik nem jó, közben kilőtték a mi T49-esünket, és rögtön adom is le a riasztást az Esoxnak, hogy figyelj, lőnek bennünket balról, vazogjál, húzódjál, én pedig húzódok be a ház mögé, ő pedig megkapja az áldást. Sajnos 1% élete marad, ami 7 találati pontot jelent, úgyhogy ő meg nyilván megpróbál visszavonulni. Én próbálok minél inkább olyan pozíciót felvenni, hogy az ő visszavonulását a lehető legjobban próbáljam fedezni, de ugyanakkor a bal oldalról érkező lövedékekkel kapcsolatban fedezve is legyek. Nézzük, hogy ő hova megy. Oké, megy be a bokorsorba. Miután szólt, hogy oké, megvan a bokrok között, akkor én is elindulok visszafelé, nyilván én meg nagyon félek attól az IS-3-tól, mert eléggé könnyen meg tud engem enni, úgyhogy nyilván tornyot hátrafelé állítva, bármelyik pillanatban felkészülve arra, hogy ő engem meg fog enni, figyelek arra, és majdnem a képernyőn átlőve az AMX-50-100-as leszette a szakasztásomat, úgyhogy közben meghalok. Úgyhogy mármint megfulladok a valóságban, nem a játékban. Úgyhogy most már 1-4 az állás, és az AMX-50-100-as is lát engem, valamint akkor látom, hogy az IS-3-as is lát engem, úgyhogy inkább nem állok meg, hanem próbálok haladni, próbálok elmenekülni az IS-3 elől. Nyilván most már nem számít az, hogy fát kiütök, bármit. Az a lényeg, hogy valami kis dombocska legyen köztem meg az IS-3 között, hogy ne legyünk egymásnak vonalban. Jó, leesett az IS-3-ról a spot, szóval reménykedek abba, hogyha én nem látom őt, akkor ő sem lát engem, egy kicsit struc módszer, és mivel nem tudok mit csinálni, tehát hogyha most egy helyben maradok, akkor tudja, hogy le fognak vadászni, és be fognak keríteni, ezért nyilván megpróbálok kitörni előre, és lehetőleg nem a nyíltabb terepen, az IS-3 felé próbálok meg kitörni, hanem az AMX-50-120 felé. Egy lövedék itt becsapódott mellettem, amelyik szerencsére nem talált el, valószínűleg az IS-3-as volt, és itt sajnos felspotolt az IS-3-as, ami ismételten egy kritikus pont volt, mert hogyha nem spotol fel, akkor lehet, hogy lett volna még további esélyem. Viszont most kaptam 2-t az AMX-től, valamint arról,
arra felől is kaptam egy lövedéket, valószínűleg a 110-esről, és belelövök, és maradt 145 élete maradt az AMX-nek, ami emlékeztek, amikor ott mellé lőtte sokszor, hogyha ott nem lő mellé, akkor most össze lett, tehát megszereztem volna ezt a AMX-et is, és akkor legalább 3-1 ellen lett volna az állás. Itt egy pillanatra jön egy olyan megérzésem, hogy szerintem most fognak rám lőni, és figyeljétek, megállítom a tankot. És milyen jó, hogy megállítottam a tankot, ugyanis pont akkor nyilván egy pillanatra megáll, és akkor már megyünk is, de pont megszakítottam a mozgásomat, és akkor nem találtak el, és itt pedig kilőtt egy eléggé hosszú köpetet magáról. Milyen jól sikerült, mert hogy néz ki? Vajon nem tudunk jobban kizumolni? Nem tudunk jobban kizumolni, a lövedéknek a nyomvonala meg eléggé gagyin van megcsinálva. Ilyet nem láttam még, úgyhogy csak azért nézem. Na jó, szóval minden vissza a csata izgalmaira. Szóval 9% élete maradt az AMX-nek, viszont a hátamban is ott van már sajnos az IS-3, úgyhogy kijövök. Már nagyon reménykedtem, mert már nézzétek meg, hogy mennyi időm lett volna az újratöltésből, ott látjátok, hogy a bal oldalon fölül a körcikkeinél, hogy mennyi idő lett volna, és akkor utána már csak a Jagdtiger mögé kellett volna valahogy okosan bemennem, viszont ebben a pillanatban sajnos kiszedett a Jagdtiger, úgyhogy elbuktuk a meccset, minden esetre a kis szakaszunk 6-ot kiszedett az ellenség soraiból, az ellenséges 15-ből. 6-ot leszettük, és ahhoz képest, hogy 2 a 5 ellen, 2 a 6 ellen, valahogy így voltunk, ahhoz képest szerintem nem is sikerült annyira rosszul ez a meccs, úgyhogy okulásul szóljon ez mindannyiótok számára, és ráadásul egyébként nem is maradtak túlságosan sok életponton az ellenséges egységek, szóval, ja... Úgyhogy vonjunk le valami tanulságot az egészből. Kicsi a borzs, de erős, ezt soha ne felejtjétek el. Meg tök jó ötlet volt, hogy oda mentünk és segítettünk a csapattársunknak. Van értelme néha a csapattársaknak segíteni. Vannak ilyen abszurd dolgok egyébként az online játékokban, hogy van értelme valásoknak segíteni. Amit én sem értek, hogy miért, de ez így van. Úgyhogy ja, szóval mivel... Sajnos elfelejtettem lefényképezni a végén az összesítő képernyőt, valószínűleg nagyon királyak voltunk egyébként, és tudjátok, ilyenkor most már lehet bármit mondani, szóval nagyon jók voltunk, mi lettünk a legelsők mindenben, úgyhogy tényleg jók voltunk. A végén, úgyhogy ja, köszönöm a figyelmeteket, jobban felül megtaláljátok a szokásos linkjénket a feliratkozáshoz, megtaláljátok a linket azhoz az iszonyatosan régi, már vagy 2 éves dübörgéseim sorozatnak a lejátszási listájához, valamint a további sorozatokhoz is, úgyhogy még egyszer köszönöm a figyelmeteket, búzom tőletek, Hollander voltam. Sziasztok!